Jó napot kívánok akkor ismételten mindenkinek. Folytatódik a magyar Ján Kis Színpad programsorozata. Ennek a következő állomása, állomása a Csendőrséget a Vármegyékbe című panelbeszélgetés. Sok mindenről szó lesz, és ha már itt vagyunk ezen a fesztiválon, az előbb Vidó Attila helyén pont a Vármegyés lány ült, és ott is szóba került a határvédelem fontossága, a rendvédelemnek a kiemelt szerepe, pláne ugye most, hogy a szomszédban háború zajlik. Úgyhogy ezért is örülünk, hogy jelenlétével megtiszteli az eseményt. Vidó Attila, a Mi Hazánk rendvédelmi kabinetjének a vezetője. Üdvözlök én is mindenkit, és hát én köszönöm a lehetőséget. Amúgy ez a dolgom a párton belül, hogy a rendvédelemmel természetesen nem egyedül, hanem a rendvédelmi kabinetbe mi foglalkozunk, és ezen belül, mivel már a választások előtt a viradat programba is leírtuk, hogy a véleményünk szerint és szakmailag megalapozottan szükség lenne újra a csendőrség felállítására. És akkor erről fogunk majd most egy kicsit hosszabban Í beszélgetni, hogy hogy képzeljük el. Így van, de ne feledkezzünk meg Novák előzőről sem, aki a Mi Hazánk Honvédelmi kabinetét vezeti, országgyűlési képviselő is most ismételten és nem csak papíron vezeti a vonvédelmi kabinetet, hanem empirikus tapasztalatokat is gyűjtött, mégpedig itt a közelben több soron is, több alkalommal is szolgált határvédőként, tartalékos vonvédként. Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, és valóban csendőrséget a Vármegyékbe címmel hirdettük meg ezt a beszélgetést, hiszen a közbeszédet most az elmúlt hetekben, hónapokban részben az uralta, hogy a vármegyék és a főispánok hagyományos megnevezését vezették be újra, és mi azt gondoltuk, hogy emellett szükség van érdemi változtatásra is, annak érdekében, hogy a közbiztonságot megteremtsük Magyarországon. Hiszen sokszor letelt már az a bizonyos két hét, rend pedig még nincsen, különösen a kis településeken, úgyhogy az érdemi intézkedésekhez van szükség egy olyan testületre, amit mi valóban a rendvédelmi kabinetünk elnöke által már idézett víradat programban ugye úgy írtunk le, hogy egy helyismerettel rendelkező rendvédelmi, illetve mondjuk karhatalmi feladatokra, vagy trafipaxozásra el nem vezényelhető erőként szeretnénk meghatározni. Helyismerettel kell nyilvánvalóan rendelkezzen annak érdekében, hogy a potenciális bűnöket, bűnelkövetőket megtalálja. De mivel beleszaladunk itt a szakmai részletekbe, azért hadd gratuláljak a Magyar-sziget közönségének, és különösen a 64 Vármegye ifjúsági mozgalomnak, hiszen azért, hogy az elmúlt évtizedekben a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom nevének is megjelenítésével sikerült úgy tematizálni a közbeszédet, hogy talán a társadalom nem idegenedett el annyira ettől a hagyományos megnevezéstől, hogy a kormány ezt végül nem erje meglépni. Ugye 2011-ben az alaptörvény vitájában ez már fölmerült, akkor ezt végül elvetették, ezt a javaslatot, és hát talán azért ennek a tematizálásnak is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben nem veszett a feledés homályába. Egyébként veszhetett volna, vagy lehetett volna fordítottan az, hogy ma a kormánytagokat, a minisztereket mondjuk népbiztosnak hívják, hiszen a tanácsköztársaság idején ugye így hívták őket. Lehetne akár a miniszterek helyett azt mondani, ugye, hogy hát az végülis egy elavult, hát mit is jelentett eredetileg, ugye szolgát jelent, hát helyett most már korszerű 21. századi megnevezés kellene, és hát lehet, hogy sokan a népbiztos ma már, Korszerűbbnek tartanák, na no, hát még semmi esetre sem, úgyhogy mi a hagyományokat tisztelve örülünk mind a főispán, mind a vármegye megnevezésnek, de még jobban örülnénk, hogyha a csendőrség is létrejöhetne, annál is inkább, mert azért az érdemi intézkedéseket és változást is hozna magával. Akkor csapjon talán be egy kicsit a szakmai részébe. Most már egy jó pár hónapja ismételten parlamenti képviselő vagy elődése, hogy ahogy említettük, a mi azánk honvédelmi kabinetét is te vezeted. Hogyan látod a házfalain belül lévő küzdelemnek az esélyét a határvédelem erősítésének a tekintetében? Hát nyilván állnaiv a kérdés, láthattuk a fideszes válaszolókat, gyakran nem is annak válaszolnak, aki fölteszi a kérdést, megpróbálnak mindenhogyan kibújni a válaszadás alól és a kellemetlen téma alól, hogy lehet egy kicsit jobban megfogni a grabancukat. Köszönöm a kérdést, hiszen valóban a mi hazánk mozgalom az országgyűlésbe kerülve konstruktív ellenzéki pártként fogalmaz meg olyan javaslatokat, amelyek néha tabudöntőnek döntőnek tűnhetnek, mint akár az általunk felvetett csendőrség kérdése is. De például az év legfontosabb törvényéhez, az költségvetési törvényhez is ugye számtalan módosító javaslatot nyújtottunk be. Összesen 437 ellenzéki javaslat érkezett. 437 módosító javaslat érkezett, mert kormánypártiak egyet sem nyújtottak be, és az összeset leszavazták a nemzeti együttműködés rendszerében, hát ennyit erről a rendszerről, de azért mégis itt a határ mellett, a határkerítés közelében azért emlékezhetünk rá, hogy ha van egy-egy jó javaslat, akkor az, hogyha le is söprik, azért a kormánypárt saját javaslataként előbb-utóbb megvalósul. Én abban bízom, hogy itt a Vármegye elnevezés farvizén sikerült a közbeszédbe belopnunk a csendőrség alaptételét, és ez segíteni fog. Egyébként a határvédelem kérdésében is közvetve, hiszen tudjuk jól, hogy jelenleg nagyon sok rendőrt vezényelnek el egyrészt családjuktól, másrészt a munkahelyüktől, a munkavégzési helyüktől, konkrétan a határ közelébe, mert nincs önálló határőrség, amire egyébként szintén szükség volna ugye a programunk szerint, és éppen ezért a rendőrség állományának megerősítése érdekében is szükség volna a csendőrség visszaállítására. És én nagyon örülök, hogy a parlamenti munkákat is számos olyan kitűnő szakértő segíti, mint Vidó Attila is, aki ugye a legnagyobb tűzoltó szakszervezet alelnöke volt hány éven keresztül is? 23 éven keresztül, tehát nagyon sok olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik, például a rendvédelem, katasztrófavédelem területén is, ami, ami parlamenti szakmai munkánkat segíti. És hát a honvédelem területére azért, hogy csak végül két, nem ez a fő témánk, de valóban egyrészt összefügg, másrészt azért két markáns pontot itt a határ kerítés tövében nem kerülhetek meg, azt azért hadd említsem, hogy egyrészt a Mi Hazánk Mozgalom az erőszakos határsértőkkel szemben a tűzparancsot is szorgalmazza, hiszen egyre többször láthatjuk, hogy rátámadnak a határvédő rendőrökre, honvédekre, kövekkel dobálják, most már éles fegyver is előkerült, rendszeresen ugye rákormányozták az embercsempészek a, a, a gépjárművet, és ugye nekünk kell, most már a börtönben lévők több mint 10%-a embercsempészet összefüggő kérdésben került rács mögé, és nekik, nekünk kell őket, tehát éppen ezért elrettentőbb hatású volna, és talán csak egyszer kellene megtenni, vagy egyszer meghirdetni a tűzparancsot, és ezért ennek komoly visszatartó érnem volna. Másrészt pedig a másik, azt gondolom, szintén markáns és elrettentő javaslatunk az, hogy több millió forintos helyszíni bírsággal sújtsuk azokat, akik áttörnek a kerítésen, sokszor meg is rongálva a határkerítést. Több ezer euró lapul gyakran ugye a zsebükben, ami jó rész jellemzően az embercsempészeknél köt ki végső soron. Mi azt javasoljuk, hogy ez inkább az államkasszába kerüljön. Lehet, hogy az ilyen Amnesty International és hasonlók majd elterjesztik rólunk, hogy itt lerabolják a migránsokat. Én ettől olyan nagyon nem félnék, hogyha ez a hír elterjedne, sőt, még örülnék is neki abból a szempontból, hogy ennek lehet -e elretentő hatása, és hát így tudnánk alacsonyabbra redukálni a határvédő, hat, határvédelem Ügyét, és hát a megspórolt milliárdokból pedig azt gondolom, hogy megteremthető volna például a csendőrség is. Erre volna szükség szerintem, és ennek komoly szakmai indokai is vannak természetesen. Uha, csendőrség, tűzparancs, elrettentés. Lehet, hogy nem csak a migránsokat rettentik el ezek a javaslatok hanem a fesztiválon jelenlévő telexes és 4, 4 es újságírók is lehet, hogy most kicsit megrettentek. Viszont nagyon hosszú még a parlamenti ciklus, és szerintem van ott még, ahonnan ez jön. Milyen javaslatokkal készül a kabinet? Hát először is azért egy pár szót, amit az előd itt érintett. Hát a határőrségnek a gondolatát is szintén ebből a programból vett át a jelenlegi magyar kormány. Egy kis Ö, probléma azért van vele, hogy egy kicsit lebutították. Tehát mi önálló, teljesen önálló határőrségbe gondolkodtunk, azt írtuk le, arra meg is van a szakmai alapon kidolgozott javaslatunk, mert úgy gondoljuk, hogy mind a rendőrség, és ez kérdésként fel is szokott merülni, hogy mi szükség a csendőrségre, miközben van rendőrség. Hát az, hogy a rendőrség, a határőrség és a csendőrség ezeknek a rendvédelmi szerveknek mindegyiknek más a feladatuk. Más kell, hogy végezzenek napi szinten. Ebből következik, hogy teljesen más a kiképzésük, fegyverzetük, felszerelésük, tehát teljesen más csinálnak. De azért én reménykedek benne, ha még egy kicsit lebutítva is, hát hát ha a csendőrséget is megpróbálja a jelenlegi kormány legalább elindítani valamerre, hogy legyen belőle. És akkor én úgy gondolom, hogy rátérek egy kicsikét most már a csendőrségre. Először is sok mindent elmond az, hogy mi volt a csendőröknek a jelmondata. Hívem, becsülettel, vitézül. Ez aki érti a magyar szót, az tudja, hogy ez mit jelent. És akkor valójában, hogy mi is lenne, mert mindig ez az egyik legfőbb dolog, amit kérdeznek tőlem, meg kérdeztek eddig is tőlem, hogy mi lenne a feladata a csendőrségnek a rendőrség mellett? Hát a csendőrségnek az lenne a feladata, ami régen is volt. A vidéki városok, kisvárosok, kis települések és a hozzájuk tartozó agglomerációban a rend fenntartása. Ezt úgy lehet elérni, hogyha ezek a csendőri egységek különböző felépítésben, ha lesz rá idő, akkor elmondom azt is, hogy hogy kéne ennek felépülni szervezetileg. Folyamatos jelenlétükkel őriznék a rendet, a csendet. Ez azért lenne nagyon fontos a megelőzés. Tehát mindig a megelőzés az a legolcsóbb, ha a bajt megelőzzük. Tudok mondani buta példákat, mondok is egyet, tudom, mert mindig ezekbe le lehet kötni. Az emberre rárepül a szúnyog, és megvárja, hogy megcsípi akkor az már viszketni fog. De abba a pillanatban, hogy a csapja, akkor nem fog viszketni. Tehát egy állandó csendőri jelenlét mellett, akik úgy végeznék a ö, dolgukat, ahogy a régi időkben. Természetesen átformálva, erős, vagy fogok beszélni 21. századi technikával, felszereléssel, meg hát azért alakulni kell a mai világhoz. De ha ezek az emberek folyamatosan ott vannak és jelen vannak a vidéken, erdőn, mezőn, ahogy régen mondták, akkor a bűnelkövetők látva ezt nagy bizonyossággal már elgondolkodnak, és meg is rettennek attól, hogy azt a bizonyos bűnt elkövessék, mert tudják, hogy nagyon nagy valószínűséggel ezért felelősségre lesznek vonva, magyarul börtönbe lesznek zárva. Tehát ezért volna fontos a csendőrségnek a felállítása, a vidéki kis települések és hozzátartozó agglomerációnak a rendjének és fegyelmének fenntartása. Hogyan néz ki ennek a politikai része? Már csak azért is, mert vannak olyan körök, ahol azt mondják, hogy a csendőrség az nagyon rossz régi történelmi emlékeket idéz. Mik ezek a nagyon rossz régi történelmi emlékek előtt? Hát én azt gondolom, azt, hogy a csendőrségnek tekintéje volt, és csak tekintéje kell legyen, az nem egy rossz dolog, és ezt szolgálják azok az alapvetések, is, amik akár testmagasságtól kezdve a rendvédelmi kabinetünk tervei szerint, ugye például 175 cm alatt nem lehetne szolgálni a csendőrségben, de ugyanígy a, legalább az érettségi végzettség szintén a tekintélyt szabná meg, valamint szintén a, az a végzettség, amit megkövetelnének, és az a kiképzés az szintén egy tekintélyt biztosítana, illetve egy olyan javadalmazást kell ugye adni, erről is beszéltünk többször Attilával, amit sajnos jelenleg a határvadászoknak sem adnak, ugye egy bruttó 260 ezer forintos fizetés az egy olyan nevetséges összeg, amikor már a BKV járatokon is azt hirdetik, hogy egy autóvezetőnek 400 valahány ezer forint nettó fizetést utalnak, akkor azt gondolom, hogy semmiképp sem tekintélyes az az összeg, amit akár a határvadászoknak adnak, akár a rendőröknek, hiszen nagyjából ugye azt hiszem az a megegyező, kezdő rendőrök fizetésével megegyező lenne a határvadászok fizetése is. Nem beszélve arról, hogy igazán nincsen jogkörük, ugye? Tehát gyakorlatilag taxisztatják a migránsokat. Tehát aki átjön, hetente több ezren most már, ugye, azokat gyakorlatilag visszakísérik, hogy próbálkozzon ismét. Tehát nincs igazándiból következménye. Ezért jogszabály is van szükség. Tehát azért a politika felelősségét nézzük, akkor az elsődlegesen a jogszabály Természetesen ez a kormányzat is élt ilyesmikkel, de nem nagyon működtek. Tehát például a bűncselekmények számát ugye legradikálisabb módon úgy csökkentették, hogy a szabálysértési értékhatárt megemelték ugye 20 ezer forintról 50 ezer forintra, így egy átlagos bicikli ellopása az ma már nem minősül bűncselekménynek. Ezáltal papíron persze csökkent a bűncselekmények száma, de valójában mondjuk a bicikli lopások száma nem csökkent. A, a, a biztonsági érzetünk nem javult, tehát én azt gondolom, hogy másfajta jogszabálymódosításokra volna szükség annak érdekében, hogy valóban megteremtsük a rendet. Én az a kérdés, amit alapvetően fel lett téve. Tehát felejtsük már el azt a rossz képet, amit a volt rendszer, szocialista, kommunista rendszer megpróbált a magyar királyi csendőrségről kialakítani a nép körébe, az emberek körébe. Tehát ne a Bors mátéból, meg, a, meg az indul a bakterházból, induljon már ki senki, tehát a magyar királyi csendőr az nem olyan volt. Az nem olyan volt. Az abba a korba egy magasan iskolázott és szakbailag a csúcson álló rendvédelmi feladatokat ellátó alapvetően katona volt. Amiben még mindig bele szoktak állni, hogy mi történt a háború alatt a délvidéken, meg hogy vitteik a csendőrök segítettek a deportálásokba. De miért is volt ez? Mert mivel a csendőrség alapvetően akkor katonai alakulat volt, tehát a Honvédelmi Minisztérium alá tartozott, viszont a belügyminisztérium irányítás alá. Ezért őket, mint katonákat vetették be a második világháborúba, és azért alakult ki ez a rossz kép róluk, miközben mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mind a két oldalon történtek olyan dolgok, amik a háborúban sajnos megszoktak történni. Mind, nem is kettő, mert én pont a múltkor néztem meg egy, egy amerikai veteránnak a tíz évvel ezelőtti filmét, ő maga bevallott, hogy ők is lelőtték a hadifoglyokat. Történtek ilyen dolgok, de ne ebből induljunk ki, hanem abból, hogy végezték a, a, munkájukat. Az pedig nagyon magas színvonalon, nagyon nagy tekintéllyel végezték, és ezt lehet vitatni, de akkor se igaz. És ö, még egy, egy apró gondolat, egy sztori. Nekem az édesapámnak én az ő szavára nagyon sokat adok. Adtam sajnos, mert már elhúnyt. És ő elmesélte nekem, hogy milyen volt a csendőr. A csendőrt, mikor meg, ö, a szürkületben megjelent a városba, én Gyulai vagyok, egy közepes kisváros, akkor a város legelvetemhültebb csibésze is félreállt a járdán a csendőr elől, és felhangon köszönt nekik, hogy jó estét kívánok. Ekkora tekintélyük volt. Tehát nagyon fontos a tekintély, és ezzel, hogy tekintélye van, illetve szakmailag nagyon képzett, nagyon lényeges, amit nem győzök milliószor is hangsúlyozni, a megelőzés, megelőzni a bűnt, az a legolcsóbb. Mert ha már megtörtént a bűn, ott nyomozni kell. Ott bíróság kell, utána pedig még a mi adófizetői forintunkból etetjük őket a börtönbe. Nem, sokkal egyszerűbb, hogyha ne legyen. Tehát ő, nagyjából ennyi ehhez a részhez, és hát amit az előd is mondott, ez a pénzügyi része. Nem, nem akarom ezt a szót, ha, hogy elitt alakulat, mert ne legyen elitt. Legyen egy nagyon jó képzett ö, ö, csendőrség, viszont ehhez az kell, hogy olyan fizetéseket, olyan hátteret biztosítsanak, hogy igenis a jelentkezőkből lehessen válogatni. Tehát, ahogy mondtad, brutó 260 ezer forint, én nem akarok senkit megbántani, tényleg nem. Abból azért nem biztos, hogy olyan embereket lehet válogatni, lehet, hogy van olyan is köztük, de ami a java? Nem. Meg kell fizetni, ez természetesen a többi rendvédelmi dolgozóra is érvényes, tehát a rendőrökre is, stb. stb. Tehát olyan béreket kell adni, és akkor válogatni kell, és olyan magas szintet, olyan magas követelményt kell felállítani, ami után az, az a szervezet, konkrétan most a csendőrségről beszélünk, nagyon magas szinten tudja ellátni a feladatát, és közmegelégedésre. Rendet, csendőrséget! Én ezt a jelszót a 2010-es jobbik kampánynál is olvastam, és az elmúlt 12 év sem volt arra elég, hogy bevezessék ezt. Miért lehet az, hogy a Fidesz ezt nem használja föl akár politikai célokra a csendőrség bevezetését? Tökéletesen illeszkedne az ő határvédő programpontjukba valóban azt gondolom, hogy előbb-utóbb most már a politika napi rendjére kell, hogy ez kerüljön, még akkor is, hogyha mondjuk a Jobbik már feladta ezt a követelését. Mi visszük tovább ezt a, egyébként korábban általunk kitalált intézményt. Természetesen lehetne ezt máshogy is nevezni. Mi viszont a történelmi hagyományokhoz is visszanyúlva, épp azért, mert az emberek már asszociálnak valamire a csendőrség szó hallatán, a tekintély szó talán az első képzettársítás, ami a legtöbb embernek eszébe jut, meg maga a rend kifejezés. Éppen ezért, is, mert egyébként vannak nemzetközi példák is, ugye Olaszországban és több országban a rendőrség mellett működik csendőrség is, ezért szerintünk megteremthető párhuzamosan. És szükség is van, mert azért a rendőrség berkein belül annyira más szabályok uralkodnak, annyira más normák, informálisan is más normarendszer alakult ki, hogy szerintem a rendőrség keretein belül már nem lehetne fölállítani és olyan szokásokat kialakítani, ami elégséges a közbiztonság megteremtése érdekében. Tehát ma Magyarországon a rendőrök fegyver használata kapcsolódóan ugye olyan félelem társul, a bűnözők jogai annyira túl vannak misztifikálva, az, hogy rendszeresen származására, emberi jogaira hivatkozva felléphet az intézkedő rendőrökkel szemben, hogy igazándiból már hatásos rendőri intézkedés sokszor nem is látunk akkor, amikor szükség van a különböző lincseléses kísérletek esetén. Ne kerüljük meg, ne hallgassuk el a cigánybűnözés kifejezésem itt természetesen, hiszen főleg a, a, a vidéki a kis települések napjait nagy mértékben megkeserítik ezek a bűnelkövetési módok. És természetesen, amíg mondjuk egy politikus bűnöző, az jellemzően ugye akár sok milliárdos kárt okozva lehet, hogy nagyobb kárt is okoz, de mégis a, az emberek mindennapjait talán a legérezhetőbb módon azt keseríti meg, hogy már nem ismernek például ültetni a kertjükbe semmit, mert tudják, hogy azt el fogják lopni. Már teljesen éhetetlenné válnak bizonyos települések, mert dajdajoznak a segélyosztás napján ugye azok, akik elsődleges megélhetési forrásnak nem a munkát tekintik, hanem akár a megélhetési gyermekvállalást, akár a bűnözést. Tehát ennek igenis véget kell vetni. Ezért kell olyan helyismerettel rendelkező csendőrséget létrehozni, amire hát rá kell kényszerítsük a politikát. Egyébként van egy olyan magunkfajta polgármester, most a település nevet direkt nem mondom, mert lehet, hogy kicsit morbid lenne a példa, de ahol település látogatáson voltam, és hát egyrészt a pedagógusok már ott azt mondták, pedig fiatal pedagógusról beszélünk, nem egy kiégett idősebb tanáról, és azt mondta egy, egy tanító, hogy igazán hogy ő helyette itt már elég volna egy villanypásztor. Tehát, hogy ugye az, hogy nincsen joga a rendőrnek, nincsen joga a pedagógusnak, és még sorolhatnánk, hogy, hogy, hol ez a liberális métej mennyire bele gyökerezett már a jogrendünkbe, és éppen ezért radikális változásra volna szükség. Nagyon sokszor, ugye, ahogy a pedagógusok sem tudnak mit kezdeni jogok hiányában azokkal a társadalmi együttélés szabályait be nem tartó, alulszocializált, a társadalomból kiilleszkedett csoportokkal és azok utódaival. Ugyanúgy azt gondolom a rendőrök baja is meggyűlik és menekülnek azokról azokból a régiókból, nem csak a lakosok, de egyébként a munkavállaló rendőrök is, akiknek ezekkel meg kellene birkózniuk. És inkább becsukják a szemüket, szőnyeg alá a problémát, azt próbálják elfogadottá tenni, hogy ezzel éljünk együtt, mi viszont nem szeretnénk együtt élni ezekkel az abszurditásokkal. És erre a településre visszatérve, itt, amikor ez a magunkfajta fajta polgármester oda került, és utána már, amikor elment az utolsó busz, akkor már megkérdezték ott a polgárőrök és a gárdisták a buszban álló dajdajozó cigányokat, hogy mit keresel itt, hát haza, elment az utolsó busz, haza a családod azzal foglalkozzá például, vagy a kerteddel, a lakásoddal, a házaddal, és így, így úgymond az ilyen bűnözők számára élhetetlenné tették a települést, akkor néhány éven belül két ilyen betörésből élő cigánybűnöző is öngyilkos lett, holott korábban évtizedekre visszamenőleg nem volt öngyilkosság a településen. És ez csak azért hozzom föl ezt a lehető morbidnak tűnő példát, hogy ahol nem tűrjük a bűnözést, ott úgy tűnik, hogy nem maradt táptalaja azoknak az életformáknak, amivel egyébként szakítani kell, és amivel ugye ezt összefüggésbe azért hoztam be a pedagógus példáját, mert szerves összefüggésbe kell kezdeni a bűnözést ö, azzal, hogy ö, milyen szociálpolitikát folytatunk, ö, ö, milyen oktatáspolitikát folytatunk, hogy ö, újra termeljük-e ezeket a bűnözői rétegeket, vagy pedig alternatívát kínálunk föl? Mert az, hogy egy ilyen bűnöző számára, aki mindig csak a szomszéd utcákba ment el betörni, lopni, még még, úgymond annyi esze sincs, hogy akkor költözön egy településsel arrébb. lehet, hogy életi el sem hagyta szinte ezt a települést. Látunk ilyen ö, zárt közösségeket, ugye, szinte beltenyészeteket, ugye, ahova a mentősök sem mertek sokszor ugye bemenni, Borsodaba Uzempé megyébe több ilyen elhíresült ö, ö, település van, és ö, én azt gondolom, hogy ebből kellene kiszakítani egyébként azokat a gyermekeket is a bentlakásos iskolákkal, ami szintén a programpontunk részét képezi. És immár már a belügyminisztérium alá kerültek lényegében az oktatási és egészségügyi válságos területeket is, ugye ö, ö, oda söpörték Pintér Sándor szőnyege ö, alá, úgyhogy azt gondolom, hogy ö, joggal hozzuk itt a rendvédelem kerületén, ö, belül szóba azt, hogy ha mi tényleg gyökeres, hosszútávú megoldást szeretnénk, akkor nem is szabad, hogy újra termeljük ezeket a bűnözői rétegeket. Tehát olyan paradigmaváltása van szükség mind a rendvédelem, mind a szociálpolitika, oktatáspolitika területén, ahol nem engedjük újra termelni ezeket. Ezért kell például bentlakásos iskolákkal is szocializálni azokat a gyerekeket, akik nem tanulják meg a társadalmi együttélés alapvető szabályait. Tehát ezek nem elfogadhatóak. Egy csendőrség az pontosan azt üzenné, hogy a, egy ilyen testületnek a fölállítása is, hogy, hogy, ez nem lesz életpálya a jövőben, hogy, hogy valaki betörésből, lopásból éljen, hogy ilyen életmódot folytasson, hogy zaklassa csendháborítással és egyebekkel ugye a, a, a településen élőket. Tehát ezért van szükség a csendőrségre és egy komoly paradigmaváltásra. Én annyit szeretnék kérni tőled, illetve a, a mi az azánk politikusaitól, hogy a Magyarországgyűlésben olyan törvénymódosítások legyenek, amik a jogszerűen és szakszerűen el, eljáró rendőrt és majd ha egyszer lesz csendőrt védik, nem a csibészt. És akkor egy pár szót, hogy mégis hogy néznek neki ez a dolog, amit az előtt már itt nagyon sok példával felsorolt. Tehát maga a csendőri feladatoknak az ellátása az úgy néz neki, hogy a legfontosabb, hogy figyelembe kell venni egy bizonyos térségnek a bűnözési mutatóit. Tehát nagyon lényeges, hogy a különböző csendőrkerületekben, csendőrőrsökön annyi csendőr teljesítsen szolgálatot, amennyire szükség van. Ahol elég négy, ott négy legyen. Ahol kell negyven, ott negyven legyen. Ez nagyon fontos. A másik, hogy néz neki a maga a szolgált ellátásnak a folyamata? Mivel a csendőrök, azok nagy területet járnak be, nagy területet kell bejárnak, mivel az agglomeráció az nem egy városra te te tevődik ki, hanem esetenként több négyzetkilométer, több tíz, vagy ötven, vagy száz. Tehát nekik a, a szolgált idejük is másképp lenne, mi 12 órás rendbe gondolkodunk, és minden egyes nap köteles végigjárni azt a területet, ami ő rá tartozik. Ez azért lényeges, mert ezek az antiszociális egyének tisztában volnának vele, hogy itt folyamatosan figyelemmel van kísérve minden. Magyarul, ha először is ott megjelenik egy ismeretlen, a csendőr számára ismeretlen egyén, kint a tanyavilágba. Meg lehet tőle kérdezni, hogy uram, vagy hölgyem, maga mit keresít, kihez jött. A Mari nénihez? Igen. A Mariné, melyik tanyába akik Abba. Ki -e maga? Jó, rendben. De ha nem tud választ adni rá, akkor meg kell kérdezni, mit szeretne itt csinálni. Ugyanígy járőrőrzés folyamán a csendőr, mivel folyamatosan ott van azon a területen, meglátná még azt is, ha egy darab fát kivágott valaki. Tehát felelősségre lehetne szinte azonnal vonni. És itt jönne az, amit már az elején említettem, nem jó szó, de én úgy gondolom, legyen. Elrettentő ereje a csendőrnek. És hogyha rájönnek ezek az antiszociális egyének, hogy nem tudnak garázdálkodni, hogy az, elő, az előbb említette is, hogy ez volna a lényeg, akkor szépen aprádonként én hiszek benne, hogy vagy megszokják, vagy hogy szokták mondani, hogy bölcsem, vagy megszöknek. Lehet menni, van abban a világon annyi ország, lehet, menjenek, ahova akarnak. Tehát ez volna a lényege. Természetesen ö, ezen felül ilyen napi dolgok is, hogy azért a csendőrök, amit a rendőr kollégák például a télvíz idején nagyon sokszor mutattak már, napi szinten rá tudnak nézni az ott élő emberekre, meg tudják nézni, hogy rendben van-e minden, jól van-e minden, esetleg az idősebbeknek még télen tudnak is segíteni. Tehát ez volna a lényeg. Természetesen bűncselekmény esetén, Azonnali intézkedési jogkörük volna nekik, és az előzetes nyomozati cselekményt meg is kezdenék. Itt jönne be az azért, hogy a csendőrség természetesen összhangba és szimbiózisba dolgozna a rendőrséggel. Tehát most ezek már ilyen szakmai dolgok, lehet, hogy a csendőrségnél nem kéne fenntartani bűnügyi labort, hanem ha egy olyan bűncselekmény következik, akkor a rendőrségnek a bűnügyi laborja is beszáll a nyomozásba. Ezek már ilyen technikai dolgok. De az a lényeg, hogy ott lennének, helybe, azonnal tudnának lépni, és csupán a jelenlétükkel, én hiszek benne, hogy a bűnelkövetőt, nagyon sok bűnelkövetőt el tudnának rettenteni. Szintén az előtt, ahogy említettem már, mivel hogy itt csendőrségről beszélünk, nekik nem lennének olyan feladataik, például a trafipaxozás, meg hasonlók. Természetesen, ha látnák a randalírozó jó embert, akkor megállítanák, és akkor mondanák, hogy hát ezt ilyet nem illik csinálni, meg ugyanúgy felelősségre tudnák vonni. Tehát Bocsánat, szak, hogy... a Vizágyúhoz ugye sajátos viszonyod van tűzoltóként. Mit gondolsz egyébként erről, hogy a 2006-os oszlatások és a különböző karhatalmi feladatok, amit ugye sajnos a rendőrségnél, főleg a Gyurcsány bajnai rezsim idején tömegesen alkalmaztak, ugye elmondva a szolgálati területüktől is a rendőröket. Tehát, hogy a csendőrséget mennyire lehetne a rendvédelmi kabinetünk elképzelése szerint különböző ilyen karhatalmi feladatokra, tömegoszlatásra akár elvezényelni, illetve a fegyverzetükről gondolom fogsz néhány szót ejteni. Ezek között megtalálható-e, nyilván nem az egyéni felszerelés között a vízágyú, vagy pedig akkor nem a karhatalmi feladatok képeznék a gerincét a munkájuknak, vagy egyáltalán ez kifejezetten tilos lenne számukra? Hát én úgy gondolom, hogy a beli minisztérium alá tartozna, tehát válasszuk ketté. Tehát általában a honvédséget, normális országokba nem lehet karhatalmi feladatokra felhasználni. Ö, jövő év július 1-től sajnos lehet Magyarországon is. Olvass el mindenki a törvényt, el lett fogadva. Csak ez úgy csendben van róla mindenki. Én úgy gondolom, hogy a rendőrséget, a csendőrséget, illetve a határőrséget bizonyos esetekben lehessen használni karhatalmi feladatokra. Most az, hogy vízágyú, vagy éppen milyen ágyú, nem ez, ez lehessen, meg ez attól függ, hogy mennyi a létszám a rendőrségnek. Tehát, tehát ha van elég rendőr, akkor nem lesz szükség ilyenekre felhasználni, meg hát a karatalmi feladatoknál most ö, ott megint azon múlik, hogy mire használjuk fel őket. Tehát a 2006-os eseményeknél én ott voltam, meg lehet, hogy vannak itt olyan idősebbek, akik szintén ott voltak. Tehát ö, ö, nagy különbségek vannak, hogy mikor mi történik most lesz vízágyú, nem lesz vízágyú. Akkor volt két rossz ifa vízágyúja a rendőrségnek, az egyik az ott le is rohadt a, a tévészékház előtt, igen. Ö, utána gyorsan vettek, azt hiszem Izraelből vettek, ha jól emlékszek, vettek egy párat. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy mivel hogy rendvédelmi... Általánosul valami határvédelmi pályázatra szánt igen, pénzből, igen, ha jól igen, emlékszem. Igen, tehát... igen, 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 úgy volt. Tehát én úgy gondolom, mivel rendvédelmi szerv, ha az élet úgy hozza és megkívánja, akkor, akkor lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel, hogy miként, mi módul, az nem. És akkor a, a, a felszerelésről, mivel említettem, hogy ezek a, ezek a csendőri ö, egységek, nevezzük annak párok, ezek ö, a, az ő szolgálati helyüktől sok esetben több kilométerre teljesítenek szolgálatot, majd, ha lesznek kint a tanyavilágba. Hát természetesen ehhez megfelelő speciális felszerelésre van szükség. És akkor menjünk sorba. Ruházat. 21. századi ruházat. A kard az egy szép dolog, szépen fénylik. Most fénylet megintem megint, nem olyan túl régen világbajnok lett az egyik magyar kardozó. De felejtsük el ezt a dolgot. Megfelelő ruházat, megfelelő fegyverzet. Megfelelő ruházat az azt jelenti, és nem kell feltalálni a spanyol viaszt, mert szét kell nézni, és nem szégyen. Meg kell nézni a román csendőröket, meg kell nézni a franciákat, vagy az olaszokat. Hát ők igenis folyamatosan olyan felszerelésben vannak, hogy bakkancs, ruházat, taktikai mellény, és a hozzá tartozó, de <laughs> valahol nem, de. Ö, ö, és a hozzá ö, megfelelő felszerelést. Tehát most mehetünk bele, hogy kézi rádió, tonfa, gumibot, gáspré, maroklőfegyver, ami nagyon fontosnak tartom, mivel hogy sokszor nagyon messze vannak attól, hogyha esetleg bajba kerülnek, pontosabban intézkednek és visszatámadnak. Én úgy gondolom, hogy náluk folyamatosan szükség lenne, hogy például gépkarabéjjal legyenek ellátva, illetve mivel, hogy a tanyavilágot járják, megfelelő minőségű és nagyon jó terepjáró képességű gépjárművek, nem SUV-k, ezek a városi terepjárók, hanem valódi terepjárók, illetve a helyi ö, sajátosságokat figyelembe véve, 21. század, kvadok, enduró motorkerékpárok, illetve vannak olyan helyek, amiknél még mindig ö, érdemes elgondolkodni a lovon de azok nagyon kevés olyan hely van, ahol a, arra van szükség, és, és be lehetne őket vetni. Ö, és akkor még a fegyverzethez, illetve a felszereléseknél természetesen 21. század megfelelő informatikai felszerelésekkel ellátni a, a csendőröket, amivel úgymond azonnal le tudják priózni azt az embert, akit megállítanak, illetve most már, nagyon bevett és külföldön nagyon ö, szépen használják és alkalmazzák Magyarországon is, ugyan nem erre még, hanem most a pirosan áthajtókat nézegetik drónokról. Ö, én úgy gondolom, hogy drónokkal is el kéne őket látni, már csak azért is, mert még mindig akármilyen a felszerelés, elképzelhető olyan helyzet, sár, hó, hó, nem lesz itt hó, már lehet soha, de lehet olyan helyzet, amikor erre is szükség lenne, mivel azzal viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy területet át lehetne tekinteni, meg lehetne nézni, illetve, hogy olyan van, akkor lehetne vele követni, illetve hát az egy, mivel, hogy egy kép és hangrögzítő eszköz, utána bizonyítékként fel lehetne használni. Természetesen a, maga mondom, a fegyverzet ruházat tekintetében, erre mi megcsináltunk, a rendőrségi szakértőnk egy igen komoly szakmai írás csinált erről, ott már az is le van írva, hogy az a gépkarabély, az a maroklő fegyver milyen típusú legyen. Igen, igen, nagyon fontos dolog. Ugyanez ellen vannak rendőrkollégák, akik háborognak, de én úgy gondolom, hogy ez őket védeni, hogy fel lennének szerelve testkamerával, amit már nagyon sok helyen is nagyon hatékonyan használnak, és a saját maguk védelmére, amivel utána lehet bizonyítani azt, hogy az intézkedés, az, ahogy az előbb említettem, szakszerű és jogszerű volt. Mert az rögzíti a képet, tehát az egy új van megoldva technikailag, hogy a rendőr, csendőr rendőr nem tud belenyúlni sőt, a felettesese, hanem azt lementik, és utána, hogyha kell, akkor azt a bíróság előtt már fel lehet használni. Tehát, nagyjából a, a, a felszerelésekről ennyit. Persze mondom, ezt ezt lehetne napestig mondogatni, hogy milyen legyen, hogy legyen. A sajátosságokhoz teljesen máshol teljesítenék szolgálatot, mint a rendőr kollégák, hát kint a erdőn mezőn. Hát, hallottunk egész ö, olyan dolgokat soroltál föl, ami már már a negyeze is elég lenne ahhoz, hogy olyanok, akik nem értenek veled egyet, teljesen kiakadjanak, és rögtön itt náci és fasiszta tempót emlegesenek. Egyiptomban egyébként, ha már vízágyó szóba került, Egyiptomban kobrákkal szoktak tömeget oszlatni, gyönyörű felvételek találhatók az interneten. Nyilvánvaló, hogy a csendőrök ennél sokkal modernebb és sokkal maibb felszerelése, ahogy, ahogy említetted, rendelkeznek egy-két hungarikumot megteremthetnénk, például a tormás sprét, mindig csak paprika beszélnek, meg ilyesmiről, tehát lehet, hogy egyébként a, a magyar hadipart nem ott kellene kezdeni, hogy egyébként sem még a ruházattal, a 2015 mintájú ruházat kiosztásával sem tudott megbírkozni a rendőrség, úgyhogy egyébként szükség volna szerintem is sajátos felszerelésekre a csendőrség tekintetében. A... Jó, akkor egy kicsit, hogy tovább esetleg akik így szeretnek majd kötözködni, meg mit, mit mondhat, hogy index, meg kik vannak itt, vagy lehet, hogy na mindegy, hogy tovább őket is egy kicsikét azért izgassam, és majd utána le, legyen miben belekötni. tehát itt Abba a... most, most rengeteg minden van már, tehát én, de. én most de akkor remeskedni. még folytassuk, folytassuk. Tehát, a személyi állománynál egyértelmű, hogy csak, csak férfi. Tehát nem akarom a hölgyeket megbántani, és van szerencsém ismerni nagyon sok és nagyon jó harcos hölgyet, de én úgy gondolom, hogy, hogy csak, csak férfi lehet, és ami még nagyon-nagyon fontos, kizárólag magyar állampolgár. És ezt vizsgálni. Magyar állampolgár. Tehát tabukat feszegetsz. Ugye ezt még országgyűlési képviselők esetében sem merik, pedig a adatvédelmi biztos korában megállapította, hogy ez közérdekből nyilvános személyes adat kellene, hogy legyen. És ha már az izraeli példa fölmerült, ugye Izraelben nem, hogy nyilvános, de le is kell mondjon, vagy az állampolgárságáról, vagy a mandátumáról az a parlamenti képviselő, akiről kiderül egy esetleges más állampolgárság. Hát a nemiség kérdés, ez egy kényes dolog, hát sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom, de megfontolandó szakmai javaslat. Azért nyilvánvalóan a, a az állomány komfortérzetét és egyebeket is figyelembe kell azért venni, illetve, hát ha már említetted ugye a béreket, tehát hogy hogyan tudunk vonzóvá tenni egy adott feladatkört, tehát azért a, a munkakörülmények is azért nyilván, ez egy nehéz kérdés, de mindenképp fontosak ezek a szakmai felvetések, és én még azt hoznám be ide szempontként, hogy az állomány ugye a legnagyobb probléma, ahogy mondtad is, hogy ha nem fizetik meg, akkor nincs miből válogatni, ugyanez a probléma a pedagógusoknál is, és sorolhatnánk. Szerintem ott kezdődik a probléma, hogy a 2010-es kormányváltás után nem volt elég a Magyar Gárda betiltása, üldözése, hanem még a szabálysértési törvényt is kiegészítette a jelenlegi kormányzat azzal, egyébként abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt egyel, hogy aki a közbiztonság, közrend, fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy annak látszatát kelti, az ugye szabálysértés követel. Tehát effektíve ugye mondjuk nem lehet járőrözni, ezért szoktam a Magyar Önvédelmi Mozgalom ugye ilyen egészségügyi sétának, majd nem tudom minek közbiztonsági sétának, mikor minek nevezni ezeket a megjelenéseit néha erődemonstrációit, arra is szükség van egyébként, ha már ezt nem teszi meg egy csendőrség, jelenleg, sajnos még, akkor szükség van néha az ilyen civil erők bevonására. És szerintem ezeket nem államilag üldözni kellene, hanem inkább bevonni. Hiszen nagyon sokan szabad idejükből szánnak rá időt, energiát, pénzt is egyébként. Szántak rá egyébként addig a Magyar Gárdában is tömegesen, ezres nagyságrendben, míg ugye egy, egy átlagos családban, amikor már harmadszor vitte haza a százezres bírságot, akkor azért már jó, büszke, büszke rá a feleség, de azért azt mondja, hogy akkor ennyi legyen elég, és akkor itt legyen vége ennek a szép missziónak. Tehát ugye ennek szerintem véget kellene vetni, hogy államilag üldözik, inkább be kellene csatornázni, és állami irányítással, ahogy egyébként láttunk járőrpárokat, informálisan még gárdista és rendőr között is, persze csak informálisan, de helyi igény volna rá, nem csak a lakosok részéről, de egyébként a rendőrök részéről is, hogy kapjak a kisegítő személyzetet. Nyilvánvalóan nem ugyanazokkal a jogkörökkel, de egész más, hogyha egy rendőr nem érzi magát annyira egyedül. Gondolok itt most mind az erőre, mind akár egyébként a társaságra is. Tehát azért egy, ha már itt a határ közelébe vagyunk, azért elmondhatjuk, hogy igen, egy határt védeni is és egy őrbodéban egyedül üldögélni nem ugyanaz mint hogyha az embernek mondjuk egy járőrözés során van egy társa tehát szerintem ezek olyan fontos aspektusok, amit a kormányzatnak figyelembe kell venni. És végül még egy gondolat csak, hogy nagyon örülök annak a felvetésnek, ugye, hogy be kell, hogy járja a területet a csendőr minden nap. Ugye ez, amit hiányolunk igazából a klasszikus járőröket, tehát trafipaxokat látunk, járőrözők, rendőröket kevésbé. Erre szükség volna, és visszatérve arra a kis települési példára, amit ugye direkt nem akartam megnevezni, ott ugye amikor az önkormányzat kisbuszával vitt a polgármester egy kicsit bemutatni a települést, akkor kérdeztem, hogy, hogy hát polgármester, mi ez, hogy itt, ahogy megyünk a cigány soron, így húzódoznak be a lakásokba, hát mit szoktatok itt csinálni, amikor megjelenik ez az önkormányzati busz? Most komolyan kérdezem, hát, hát látom, hogy, hogy félve húzódnak be a lakásokba, hát, és azt mondja, hogy semmi különöset, a jogszabályokat betartva, ezzel jövünk ki a gyámügyel a gyereket elvenni. Tehát, hogyha van egy, egy államban olyan bátorság, hogy hogy ki, mondja azt, hogy mondjuk kiskorú veszélyeztetésének minősül önmagában az a lakó körülmény, ugye, amit egyébként a jogszabály nem szabályoz. Tehát a disznóknak megvan szabva, hogy ugye hány nézetméteren kell, hogy éljenek, milyen játéka kell, hogy legyen, és hasonlók. Az emberre semmilyen ilyen előírás nincs. Egy putriba akárhányan bejelentkezhetnek, ahogy azt ugye Pakusza az Miskolci önkormányzati képviselők számos alkalommal eddig hiába feszegette. Tehát valóban szeretnénk ilyen jogszabályokat, hogy az az intézkedőknek adjon jogosítványokat. De mivel látom, hogy itt többen is jelentkeztek kérdésre, megkérem majd Fogunk Danit, hogy... lehetőséget adni. Még egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni tőled. Magyar is legyen, férfi is legyen, még az állampolgárság erre is utalást tettél. Tehát itt most már rémisztő képződményekként nyugodtan hívhatjuk a rendőröket, vagy a csendőröket níder, műreli értelemben. Egy néhány mondatban azt még összetudnád de foglalni, hogy milyen egyéb ösztönzők kellenek a csendőröknek, ami ami egy extra juttatás, plusz juttatás? Én úgy gondolom, hogy nagyon plusz olyan juttatást ö, nem ildomos adni, mert akkor ezzel a rendvédelmi szférán belül óriási feszültségeket keltenénk. Tehát ö, gondolok itt a bérekre és egyéb juttatásokra. Meg kell jól fizetni a csendőrt, a rendőrt, a büntetés végrehajtási dolgozót és a tűzoltót, mert ezek a rendvédelmi szervek. Ö, még most nem, mert hát a csendőr még nincs, most már határőr is lesz, ugyan rendőri irányítás alatt. Tehát a bérezés, és ezen felül azokért a plusz elvárásokért, amit ezektől a rendvédelmi dolgozóktól elvár az állam és a társadalom, plusz juttatásokat illik adni, és régen voltak is ilyen plusz juttatások, azokat vissza kéne vezetni szépen aprádonként, és akkor újra lenne megtartó és bevonzó ereje is a rendvédelmi szférának. Amíg ezen nem változtatnak, addig nem lesz. És ez nagyon-nagyon ez veszélyes dolog, mert aki ebbe a szférába dolgozott, az nagyon jól tudja, és most megint nem akarok senkit megbántani, aki bemegy a gyárba, és az a dolga, hogy egy hatos lukat fúra fúróval, azt meg lehet tanítani egy nap alatt és ha ő onnan elmegy, akkor jön egy másik, az is megtanulja egy nap alatt. De nálunk a, a, rendvédelmi szférában van egy olyan mondás, és volt egy ilyen íratlan, hát nem szabály, ezt mondták az öregek. Öt év után jöttek oda hozzánk, általában nálunk az volt a szokás, hogy a parancsnok oda jött, és kezet fogott velem, és azt mondta, hogy most már akkor üdvözöllek, itt vagy közöttünk. Öt év után. Tehát ezek a dolgok, hogy hogy kell tüzet toltani a rendőrnek, intézkedni, stb. stb. meg, hogy kiépüljön egy olyan, főleg a rendőröknél, illetve majd a csendőröknél is, kiépüljön egy olyan, olyan, olyan nem tudom minek nevezzem, egy olyan ismeretségkör, kör, nevezzük ennek, nem akarok butaságot mondani, az hosszú évek kellenek hozzá, illetve, ahogy a munkája alapján a tekintélyt is elérje, mert az csak nem jön úgy a levegőből a tekintély. És ehhez azt kell mondom, bér kell, és akkor megszűnik az az irgalmatlan fluktuáció, ami most jelen pillanatban rendvédelmi szférában van. Öregek 20 évek után szerelnek le, mert nem látják az alternatívát, illetve a fiatal fölszerel, nagyon sok ismerősöm van, akit én biztattam, én buta, hogy legyél, legyél rendvédelmi dolgozó, tűzoltó, rendőr, bévés, stb. És egy, kettő, három év múlva azt mondta, hogy tetszett, szerettem, de ennyi pénzben nem lehet megélni. És a család, a család megkövetelte. Mert annak nincs értelme, hogy itt a tűzoltó leadja, a 24 órás szolgáltat, és utána még két napig éjjel nappal dolgozik, hogy enni tudjon adni a gyereknek. Ezt nem lehet, csinál, lehet csinálni, csak utána lehet, hogy a kórházból lába kifele visznek ki valakit, úgyhogy a lábujára rá van egy kötve. Mondjuk ki szintén kicsit döntő módon, ugye, egy régi alapvetésünket, hogy a Nemzetközi Bérraptartás Intézményét is szeretnénk megteremteni, mert nem csak a rendvédelmi alakulatokkal kapcsolatban vannak markáns javaslataink, de ugye a büntetés végrehajtással, hogyha már eljutnánk oda, hogy végre rács mögé kerülnek, akkor bizony nem mindegy, hogy bizonyos wellness körülmények között töltik ezek, ezeket az éveket, vagy olyan elretentő hatású akár szibériai börtönökben, amelyek a nemzetközi jog talaján állva a nemzetközi bérattartás intézményének keretein belül úgy valósítható meg, hogy azzal még a magyar államháztartás is jól jár. Hiszen jelenleg egy fogvatartottra napi több mint jóval több mint 10 forintot költünk naponta, míg egy kórházban ápoltra ennek a töredékét. Tehát nem mindegy, hogy milyen börtönkörülményeket te teremtünk. Amíg a Strasburgi Bíróság az EJEB hatásköre alól nem vonjuk ki magunkat, addig nincs esély arra, hogy olyan börtönkörülményeket tekintsünk, amik hát szerintem méltók volnának a, a bűnözőkhöz, mert jelenleg sikerrel perlik Magyarországot ugye, összességben milliárdokra, a börtönkörülmények miatt. Tehát éppen ezért szerintem szükség volna a börtönkörülmények megteremtésére is. És végül csak egy záró gondolat, hogyha itt indultunk a Vármegyéktől és a főispánoktól, én azzal szeretném a magam részéről befejezni, hogy a csendőrség ennek farvizén remélhetőleg bekerül egy kicsit a köztudatba, de nem reménytelenek ezek a felvetéseink, hiszen nem csak a ma már említett határkerítés építése, de szintén részben a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomhoz köthető ugye, a trianon megemlékezések állami szintre emelése. Az is valahogy így indult, hogy mindenféle rasszistának, xenofóbnak, idegengyűlölőnek, én nem tudom, mindenek elmondtak minket, nácinak is, ma már ez lepereg, mert már mindenki náci, az ukránok is náci, az oroszok is náci, Orbán Viktor is náci, a mindenki náci, úgyhogy ez a bélyeg, ez már tényleg nem, nem is mondhatnám, hogy különösebben zavarja az embereket, de Elindult szerintem egy olyan nemzeti paradigma váltás, alulról szerveződő mozgalomként először a trianon megemlékezések kapcsán, 2010-ben ez lényegében állami szintre emeltetett, még ha nem is egészen úgy kicsit narancsszínűre festve, kicsit a gyásztapot ünnepnappá varázsolva, de most a Vármegye kifejezés, ami szintén egy ilyen vívmány, de a Vármegyék és a főispánok hagyományos megnevezése mellett szerintem érdemi változtatásra is szükség volna a közbiztonság megteremtése érdekében. Én ezért bízom, hogy előbb-utóbb a kormány elsajátítja ezt a javaslatunkat, vagy előbb-utóbb kormányon majd mi valósítjuk ezt meg. Most téleg tényleg zászlóként csak említetted a, a börtönt, a rajtást Természetesen mi nekünk erre is van egy kidolgozott programunk, hogy hogy kellene ezt csinálni, és akkor én hogy még tovább spirázzam, hogyha vannak itt olyanok, akik majd riportot csinálnak. Ö, elnök úr mindig emlegeti a fekete delfint. Hát, az... Nekem sokkal jobb ötletem van. Tudomásom szerint sok tíz 10 vagy 100 millió forinttal tartozik Magyarországnak Észak-Korea. Hát azt le lehetne tudni, és akkor, és akkor oda is lehetne vinni ezekből a rabokból. Ott, ott biztos, hogy ö, nem is börtönben lennek, ott, ahogy olvasunk róla, ilyen munkatáborok vannak. Szerintem, aki ott ö, elmenne mondjuk egy tíz éves ilyen munkatáborra, az valószínű, hogy rajságból nem akarna újra bekerül, visszakerülni oda ez csak úgy Kit, Kitűnő ötlet, ezeknek még vége láthatatlan ö, sora van, viszont én nem szeretném ö, obstruktív módon húzni az időt. Most pedig ígyük meg a csendőpert, út, köszönjük a figyelmet, további jó szórakozást kívánok!